Minden harmadik másodpercben demenssé válik valaki a világban, és évente 10 millióval növekszik a betegek száma. A rendezvény fókuszában a megelőzés fontossága áll, hiszen az egyik legfontosabb teendő a tudásbővítés és érzékenyítés helyi közösségeken keresztül. A Székesfehérvári Egyházmegye alapküldetése, hogy részt vegyen a betegek gondozásában. Azt hiszem, hogy mindannyian, akik nézik ezt az adást, tudjuk, hogy az Alzheimer-kór mennyire szörnyű, és mennyire sok embert érint. Egészen megdöbbentőek a számadatok, közel 4 millió ember él csak Magyarországon ezzel a betegséggel, ezzel az állapottal. És hogyha hozzáveszük az ő szeretteiket, családtagjaikat, akkor mondhatjuk, hogy az országnak több mint 10%-a valamiféle módon érintett. Vagy hordoz ezt a betegséget, vagy egy ilyen emberrel él együtt, és őt próbálja gondozni és segíteni. Az egyháznak küldetése az, hogy nem csak a lelkét próbálja az embernek segíteni, nem csak az imádságban, a liturgiában vezeti, hanem próbálja az életét segíteni mindenféle területen, ott, ahol az ember él. Ez nem csak fizikai területet érint, hanem állapotot is érint, hogy érdemes kell az embert megkeresni abban az állapotban, amiben van. Hiszen abban az állapotban, amiben van, ott kell neki, ott szorul rá ő arra a segítségre, amit kér a világtól, és az egyház is próbálja megadni neki ezt a segítséget, amire mi képesek vagyunk. Azt látjuk, hogy az Alzheimer-kórt részben lehet késleltetni. Talán azt nem tudjuk ma még mondani, hogy meg lehet akadályozni ennek a valamelyik ember életére rászakadását, de azt tudjuk, hogy hogyan lehetne késleltetni. És azt is látjuk, hogy aki benne van, annak a helyzetét is segítik, bizonyos eszközök, bizonyos körülmények. Ezek a közösségi programok, az együtt végzett zenehallgatás, valamiféle cselekvés, mozgások, sportolásoknak, azok a formája, amelyekre ők alkalmasak és amelyre képesek. Hogyha a katolikus egyház ebben fölkínálja a segítségét, és van partner, aki ezt elfogadja, együtt többet tudunk tenni. Nagy öröm számomra, hogy a katolikus szeretett szolgálat ezt az egész komplex problémát magáénak érzi, és próbál segíteni az embereken, és nagyon nagy öröm számomra, hogy a város is, a polgármester úr is, az önkormányzat is megértette ezt a problémát, és örömmel nyújtott kezet, vagy fogadta el a mi kinyújtott kezünket, és együtt próbálunk meg ezzel a szörnyű kór ellen, amelyről most úgy látjuk, hogy előbb-utóbb mindannyiunkat utolér, hogyha hosszú lesz az életünk, már pedig az élet egyre hosszabb. Tudunk így együtt összefogva valamiféle segítséget, valamiféle reményt, valamiféle támaszt adni. Nem is tudjuk megoldani a problémát, de a családnak segítséget tudunk nyújtani. Tudja, hogy nincs egyedül, nincs magára hagyva, nem érzéketlenül csodálkozva, tágra nyílt szemekkel nézzük egy szituációt, hanem kicsit értően tudunk oda tekinteni, és megtaláljuk azokat az eszközöket, szavakat, lehetőségeket, mosolyokat, amelyel erősíteni, támogatni, megérteni tudjuk a másik embert. A Székesfehérvári Egyházmegye hogyan próbál meg segíteni, milyen kapcsolódó rendezvények vannak esetleg a hozzátartozók számára. Ugye a papi otthonban nagyon sok demens idős ember él, őnekik milyen lehetőségek, illetve a hozzátartozóknak milyen lehetőségeik vannak? Valóban a papi otthonban, ami valamikor az egyházmegye szemináriuma volt, és az idők folyamán, amikor a papságnak a létszáma csökkent, és más egyházmegyékben is létesültek papi otthonok, lehetőség nyílt arra, hogy fönntartsunk egy részt, amelyben nem papok vannak, hanem ilyen demenciával szenvedő emberek, akiknek a családban nem tudják megoldani a gondozását. Nem azért, mert nem szeretik őket, hanem dolgozni kell, tevékenykedni kell, és sokszor nem lehet magára hagyni egy órára se az ilyen embert. Ezeknek ez egy biztos otthon, ahol megfelelő módon nem csak szakszerű ápolásban részesülnek, hanem próbálják segíteni őket abban is, hogy a közösségi életbe, az együtt cselekvésbe tudjanak valamiféle vigaszt és reményt találni.
a családok nagy örömmel fogadják ezt a lehetőséget, és a családokat is próbáljuk segíteni előadásokkal, orvosokkal való konzultációknak a lehetőségével, hiszen ha pusztán csak odáig jutunk el, hogy megértjük azt a másik embert, azzal már úgy gondolom, hogy nagyon sokat tettünk, és nagyon sokat segítettünk. Az Egyházmegye ennek a projektnek a létrejöttétől valójában partnere, hiszen világos előttem is, hogy ez egy olyan probléma, mellé oda kell állni, oda kell tenni az egyháznak is magát. Az itteni székesfehérvári programok nagyon színesek lesznek. Nem csak egy fölmérés lesz, egy demencia busz jön majd, amiben különböző tesztek segítségével az ember fölmérheti a maga állapotát, és talán kaphat egy intést, hogy érdemesebb lenne szellemileg és fizikailag is aktívabb, érzelmileg is aktívabb életet élni, hanem utána sokféle módon találkozhatunk azzal, hogy mit is kezdhetünk ezzel. Próbáljuk az egész várost, az egész társadalmat érzékenyíteni, hogy ezzel a csoporttal igazán értő módon, szeretettel, megértéssel, a értékes, értelmes segítségnyújtással próbáljon meg odaállni melléjük, és próbálja segíteni. És az egész ünnepségnek, az egész programsorozatnak a vége egy Szent Mise lesz, mert úgy gondolom, hogy ezt az egészet csak akkor tudjuk végigcsinálni, hogyha megfelelő lelki erőnk is van. Tehát az egyház visszatér megint az emberek segítsége nagyon konkrét földi élet támogatása mellett, vagy után visszatér oda, hogy kell a léleknek a támogatás, és ezt is természetesen kitől kapják, hanem az egyháztól. Én hiszem, hogy egy nagyon szép nap lesz, egy nagyon szép projekt lesz, amit sok ember meg fog látogatni, ha nem is úgy, hogy órákat tölt itt el, de akik részt vesznek majd a Lecsó Fesztiválon, szívesen látjuk őket, hiszen a Városház téren keresztül kell menni szinte mindenkinek, szeretettel várjuk őket, nézzenek be, szerezzenek egy benyomást erről az egész projektről. Hagyományteremtő szándékkal indul útjára ez a program? Hát azt nem tudom megmondani, hogy ilyen formában tudjuk-e majd ezt folyamatosan vinni, de az biztos, hogy Alzheimer betegséggel, az Alzheimer kafék, és egyéb módon próbálunk segíteni, próbáljuk ezt elevenen tartani, és az egyház vállalja maga részét. És nagyon örülünk annak, hogy a szeretett szolgálat, a katolikus szeretett szolgálat ezt eltökélten is szakértelemmel, kiváló tudással, megfelelő kapcsolatokkal viszi felelősen és következetesen. Társadalompolitikai szempontból vizsgálnám elsősorban ezt a betegséget. Jól tudjuk, hogy 200-250 ezer beteg van nyilvántartva. Ez egy olyan betegség, ami nagyon hosszú időn keresztül rejtőzködik. A betegek, amikor érzékelik, hogy valami nem stimmel, próbálják ezt elfedni egy darabig sikerrel, a családok is pedig első időszakban inkább egy bosszantó jelenségként érzékelik ezt, és nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy a feledékenyé, dezorientált, tehát nem találja a helyét az illető beteg. Úgyhogy az eleje ennek a kórképnek ilyen. Sokszor még a házi orvosnál is, miután rövid találkozásokról van szó, nem derül ki, hogy éppenséggel már egy kezdődő szakasza ennek a betegségnek. Fontos az, hogy a társadalom tisztában legyen azzal, hogy ennek egy nagyon komoly jelentősége van, hiszen a hozzátartozókat is, hogyha figyelembe vesszük, akkor a társadalom egy tizedét is érintheti ez a betegség, illetve a vele való foglalkozás. A betegség bizonyos szakaszaiban szinte egész napos ellátásra szorulhatnak a betegek, tehát nem elég az egészségügyi ellátórendszeri megközelítés, hanem bizonyos szociális ellátórendszer éppen, mint a családügyi megközelítésből figyelnünk kell erre a kórképre, és az ebből következő feladatokra. Magyarországon örömteli módon megnövekedett a születéskor várható élettartam. Fontos az is, hogy az egészségben eltöltött életévek is hasonlóan növekedjenek, ebben még van feladatunk. Az Alzheimer-kor, a demencia kialakulását sok esetben nem ismerjük, hogy mitől van, de azt tudjuk, hogy azokban az országban, ahol a dohányzást sikerült leküzdeni, vagy nagyobb sikereket értek el, ott a demenciás betegek száma is ennek megfelelően csökkent. A másik nagyon fontos kérdéskör a testmozgás. A sport elodázza, ahogy tetszik, ennek a betegségnek a kialakulását, vagy éppenséggel lassítja a romlását. Tehát fontos az, hogy
társadalmilag ez a betegség ez ismert legyen, és minden lehetséges eszközt megadjanak az önkormányzatok is, a civil szervezetek is, a családoknak, az érintetteknek, a betegeknek ennek az ügynek a kezelésével. A kormány hogyan próbál megsegíteni? Emberi Erőforrások Minisztériuma egy kiváló terepet és lehetőséget biztosít arra, hogy ez az ágazatközi megközelítés az érvényesülhessen. Foglalkozunk a kérdéssel, egyeztetünk róla, milyen lépésekkel tud maga a kormány ebben a dologban segíteni. Nyilvánvalóan a gyógyszeres kezeléseken túl az idősügyi megközelítésben az Országos Gyalogló Klubnak a szervezését komolyan támogatjuk, tehát igyekszünk direkt és indirekt eszközökkel is segíteni ebben is. Intézményi ellátottságra mi mondható el így országos szinten? Az intézményi ellátottsággal kapcsolatosan ezért is említettem a szociális ellátórendszert. A probléma az, hogy ennek a betegségnek a várható előfordulása az növekedni fog a születéskor várható élettartam növekedésével. Jól tudjuk, hogy néhány évtized múlva Magyarország lakosságának az egyharmada 65 év fölött várható, akik részben vagy egészében önellátásra nem lesznek képesek. Tehát erre úgy a társadalomnak, mint a egészségügyi és a szociális ellátórendszernek is fel kell készülnie. Említette, hogy van számos olyan program, ami segít mind a demenseknek, mind a hozzátartozóknak, ilyen például az Alzheimer Café is. Igen, ez egy nagyon, nagyon reménykeltő kezdeményezés. Több városban már ez elindult, és biztatnék minden helyi kis közösséget és önkormányzatot, hogy ilyet indítsanak, hiszen a legfontosabb az, hogy az érintettek, a hozzátartozók, adott esetben a kezelésben résztvevők kicseréljék a jó gyakorlatokat, megosszák egymással a tapasztalatokat, és így segítsék egymást a terhek viselésében. Székesfehérvár idős barát önkormányzat, ezért nem volt kérdés, hogy az első hívószóra együttműködjön a szervezőkkel, és helyt adjon a Világnap programjainak. Ezt már Cserpalkovics András polgármester mondta csütörtökön a Püspöki Palotában. Egy olyan eseményen vagyunk, ahol beharangozunk egy majd másfél hét múlva szombaton sorra kerülő programot. Szeptember 21-én kapcsolódva a világnapokhoz, az Alzheimer-korra emlékezünk azokra az emberekre, akik ezzel a betegséggel élnek, és azoknak az embereknek a hozzátartozóira, családtagjaira, barátaira. És szeretnénk fölhívni a figyelmet arra, hogy Magyarországon is több mint 250 ezer ember él olyan betegséggel, a családtagjaikkal együtt egy olyan élethelyzetben, amire biztos, hogy az egyik lehetséges segítség az az, ha a társadalom is odafigyel rájuk, őket támogatja, segíti, adott esetben egy-egy jó szóval, tettel, eseménnyel, rendezvényel fölhívja a figyelmet, vagy éppen a szakemberek, szakintézmények a szükséges szakmai segítséget megadják. A Katolikus Szeretett Szolgálat keresett meg bennünket azzal, hogy idén ennek a központi eseményei itt lennének Székesfehérváron. Szeptember 21-én a Városház téren kerül sor erre a rendezvénysorozatra. Azért mondom, hogy rendezvénysorozat, hiszen egy egész napos programsorozat. Ebben vannak szakmai programok, szakmai rendezvények, ugyanúgy, mint kulturális programok, kulturális rendezvények. És hát egy nagyon érdekes program Koltai Róbert színművész előadásában egy erről a kérdéskörről szóló színházi darab is meg fog elevenni. Emellett szakmai konferenciára és egy szentmisére is sor kerül a belvárosba. Várunk mindenkit nagy-nagy tisztelettel a Városháztérre a délelőtti időszakban, és akár a szakmai, akár a kulturális programokra hívjuk fel a figyelmet, és hívjuk fel a figyelmet arra is, hogy lehetőség van segíteni, de ez egy jobban, kicsit jobban meg kell ismerni ezeket a betegségeket, az ezzel élőknek a mindennapi gondjait, problémáit, és az ő hozzátartozóik, családjaik mindennapi gondjait, problémáit, és valóban segítsük őket. Egy város akkor erős, hogyha leginkább rászorulókra is oda tud figyelni, akik leginkább rászorulnak a társadalom, a közösség figyelmére. Itt ilyen emberekről van szó, mutassuk meg, hogy Fehérvár erős. Székesfehérvár hogyan próbál meg egyébként a mindennapokban segíteni a világnap mellett? Emellett nyilván egy intézményrendszert működtetünk, ebben van a napközi is otthonos és bentlakásos intézményrendszerünk egyaránt, mind a kettőre van, és azt tapasztaljuk, hogy növekvő igény. Természetesen nagyon fontosak a szakemberek, fontosak a szakemberek által nyújtott segítségek, és az intézményrendszeren belül nem csak az ellátottaknak, hanem az ő családtagjaiknak nyújtott segítségek. És azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, amit egy önkormányzat megtehet, hiszen egy jelentős intézmény fenntartó, és
és ilyen értem a szakemberek tekintetében pedig munkáltató is. Bízunk benne, hogy ezen a területen is a jövőben is előre lehet lépni. Emellett pedig számos civil kezdeményezést, társadalmi megmozdulást segítünk, támogatunk, mint akár adott esetben most szeptember 21-én ehhez a rendezvény, és tegyük hozzá, hogy próbáljuk segíteni, támogatni részben pályázati, részben támogatási keretekből azokat a civil szervezeteket, egyházakat, akik ezen a területen is tesznek és dolgoznak. Székesfehérváron egyébként az intézményi ellátottságról beszélt. Milyen lehetőségeik vannak a családoknak, hova fordulhatnak? Lehetőség sok, viszont azt látni kell, hogy ezt folyamatosan bővíteni kell. Tehát azáltal, hogy növekvő számokról beszélünk, ez nyilván kihívást jelent akár a nappali ellátásban, akár az egésznapos, folyamatos, otthon szerint történő ellátásban, és természetesen a szakember igénye is folyamatosan emelkedik és folyamatosan nő. És akkor elhangzott, hogy demencia barát várossá válna Székesfehérvár. Mit lehet ennek a hátteréről tudni? Talán azt a gondolatot szeretném újra megismételni, hogy akkor mutatkozik meg egy közösség, egy város ereje, amikor és ahogy tud foglalkozni azokkal, akik a leginkább rászorulnak mások segítésére és támogatására. Itt ilyen emberekről és ilyen családokról beszélünk, tehát hogyha ezt folyamatosan tudjuk, ezt a szolgáltatási színvonalot erősíteni, akkor tudunk előrelépni. De tegyük hozzá, hogy ez az állam, az önkormányzat, a civil szféra és az egyházak együttműködésében összefogással érhető csak el. A katolikus szeretetszolgálat kezdeményezésére egy a demenciával élőknek és hozzátartozóiknak segítséget nyújtó pályázat keretében valósulhat meg a szeptember 21-i rendezvény a belváros több helyszínén. A katolikus szeretetszolgálatnál 30 esztendeje már foglalkoznak a demenciával élőkkel, még erről a betegségről annak idején nem mondta azt a WHO, hogy ez egy népegészségügyi prioritás, de ma már olyan sok a betegek száma, hogy minden harmadik másodpercben lesz egy új beteg a világban, és évente 10 millióval növekszik világszerte a betegek száma, hazánkban pedig körülbelül 250 000 ember érintett, hogy ennek a kérdésnek sokkal nagyobb a jelentősége, mint hogy ezt korábban gondoltuk. Abban is van egy tévedés, hogy sokan még ma is mindig az öregedés természetes részének tekintik, hogy feledékenyé, akár demensé válik az idős ember. Ez nem így van. Nem kötelező betegség a demencia, ez mindenféleképpen egy kórfolyamatot jelent. A demenciáknak legalább a 60%-a az Alzheimer-kór, nem tudjuk, hogy miért pusztulnak el ezek az idegsejtek az agyunkban. Számtalan elképzelés van, meg sok kutatás, de még ez valójában nem megoldott kérdés. A betegek másik nagyon nagy része, az pedig az úgynevezett vaszkuláris demenciában szenved. A vaszkuláris demencia pedig a szív- és érrendszeri betegségekkel összefüggésben alakul ki, itt az idegsejtek pusztulásának a rossz vérellátás az oka. És ez egész kérdésben az a jó hír, hogy ez egy megelőzhető probléma, és ezért gondoljuk azt, hogy a prevencióra, a megelőzés lehetőségeire ugyanúgy fel kell hívnunk a figyelmet, mint ahogy egyáltalán erre a rászoruló embercsoportra. Ez dolga a egyházi intézményeknek. Így aztán különösen örültünk annak, amikor a pályázati lehetőséget megtaláltuk, és ennek kapcsán sikerült először 2015-ben az INDA programot megvalósítanunk, és aztán ennek a programnak a tovább folytatása az, amibe most belevágtunk. Ez a mostani, ez a 2015-ös programnak a helyi adaptációja, tehát az akkor kitalált szakmai fejlesztéseknek a helyi megvalósítását tűztük ki most célul. Hogyan képes egy helyi közösség megbirkózni ezzel a problematikával? A betegek közöttünk élnek, elég sokan vannak hazánkban, ez hogyha tekintetbe veszük a hozzátartozók számát is, akkor a lakosság egy tizede érintett. Mi történik egy kis településen ezekkel a betegekkel, meg ezekkel a családokkal? Mit tudunk segíteni, hogyan tudunk segíteni egy nagyobb városban? És így jutottunk el, mint a Székesfehérvári Papi Otthon révén számunkra is fontos helyszínre, Székesfehérvárra, ahol hála Istennek egy igen nagy nyitottságot tapasztaltunk, részint az Egyházmegye spányi püspök atya részéről, részint pedig Cserpalkovics András polgármester úr is azonnal nyitott volt, amikor ezzel az elképzeléssel előálltunk, hogy a pályázat keretében Székesfehérváron szeretnénk egy nagyszabású szabadtéri
rendezvényt az Alzheimer világhoz, naphoz kapcsolódóan szervezni. Egyébként több helyszínen zajlanak majd az események. Egyrészt itt lesz Magyarország Egészségvédelmi Szűrőprogramjának keretében a nagy szűrőkamion, ezúttal a pláza előtti téren, és a szokásos kamionban zajló vizsgálatokon kívül demencia szűrés, memória szűrésre is lesz lehetőség az érdeklődők számára. Ide különösen az 55 év felettieket várjuk. A nagy színpadon figyelemfelhívó színpadi előadások lesznek. Koltai Róbert kezdi, a nagy utazásból is fog énekelni. Azután itt lesz Lovász Irén, aki magyar örökségdíjas énekes, és az édesanyjától tanult énekelni, aki ma is vele énekel, pedig ő már a demencia rögös útját járja, és ők ketten együtt fognak énekelni a színpadon. Azután lesznek még különböző mozgásos programok, és minden meglepetést pedig nem akarunk elárulni. A színpad körül 10 tematikus sátorban fogjuk bemutatni azokat a lehetőségeket, amelyek rendelkezésünkre állnak, hogy úgy éljük az életünket, hogy lehetőség szerint ne érjen minket utol a demencia. Lesznek könyvek, amiket ezzel a betegséggel kapcsolatban érdemes elolvasni. Ezek között olyan irodalmi művek vannak, amelyek az emberi oldalát is ennek a kérdésnek nagyon szépen mutatják be. Csak hadd említsem itt meg a Still Alice, a megmaradt Alice-nak című filmet, ami ugye Oscar-díjat is ért, annak a könyve is hozzáférhető lesz itt a sátorban. De lesz dietetikus, aki a demenciabarát táplálkozásról fog beszélni, lesz mozgásterapeuta, és a színpadi program végén reményeink szerint pedig egy olyan örömtáncban fog zárulni ez a szabadtéri esemény, amibe várjuk, hogy minél többen bekapcsolódjanak majd, ezzel is felhívva a nagy közönség figyelmét erre a betegségre. Egyébként párhuzamosan mindezzel a Városháza dísztermében polgármester úr jóvoltából egy nagyszabású szakmai rendezvény lesz, nagyon neves előadókkal a demencia korszerű szemléletéről és a segítés módozatairól egészségügyi és szociális szakembereknek, ami ugyancsak egy rendkívül fontos esemény lesz. A DIO elnevezésű programmal ugye most több településen próbál elérni az embereket. Mit akar ez, miben tud segíteni, milyen állomásai lesznek? A DIO az a demencia információk órák rövidítése. Azt jelenti, hogy próbálunk információkkal, gyakorlati ismeretekkel felvértezni olyan gondozó családtagokat, akik úgy érzik, hogy erre szükségük van. A demenciával élők 80%-a családban él, a család gondozza őket, gyakran egyáltalán nem is kerül intézményes segítségre sor, illetve az is lehet, hogy csak a legutolsó időszakban, amikor már tényleg 24 órás gondoskodást igényel valaki. Ezek a családtagok nem készültek erre, nem tudják, hogy miről van szó. Vannak bizonyos olyan jelenségei a demenciának, amelyek ijesztőek akkor, hogyha nem tudjuk, hogy miről van szó, de ha segítséget kapunk, akkor lehet ezt kezelni. Például azt a jelenséget, amikor sokszor megkérdez valamit a beteg. Ettől érthetően türelmetlenné válunk. De ha ismerjük a jelenség hátterét, akkor ezzel könnyebb megbirkózni. Vagy ha nagyon nyugtalanná válik a beteg, akkor hogy lehet ezt kezelni? Hogy tudunk segíteni, amikor már valóban semmit nem talál meg, hogy mit hová tett, hogy lehet megőrizni a hivatalos iratokat, hogy tudunk segíteni a pénzkezelésben, vagy amikor előjönnek olyan jogi kérdések, hogy ki döntsön a beteg helyett, amikor ő már nem képes döntéshozatalra. Ez mind-mind olyan dolog, amiben létezik segítség, vannak eszközök, amivel könnyebbé lehet tenni a mindennapokat. Kollégákkal, egy nagyon ütős szakmai csapattal kidolgoztuk ezt a programot, hogy hogyan lehet ezeken a egy-másfél órás alkalmakon érdemi segítséget nyújtani a hozzátartozóknak, de arra is számítunk, hogy ennek a hat városban lezajló, ha úgy tetszik, oktatássorozatnak a végén, majd a visszajelzések, a hozzátartozói vélemények alapján akár alakítsunk is ennek a programnak a rendszerén, és aztán miután ezek pályázati forrásból megvalósuló
fejlődés, fejlesztés, ezért ez hozzáférhető lesz, és az ország számos településen lehet ezt majd használni. Most arról beszéltünk, hogy mi történik akkor, ha megvan a baj, milyen lehetőségek vannak, viszont a megelőzés is ugyanolyan fontos. Hogyan lehet megelőzni ennek a betegségnek a kialakulását, vagy lehet-e egyáltalán, és milyen kiskori tünetek, balesetek vezethetnek ehhez? Ugye sokszor elhangzik az, hogy egy-egy fejsérülésnél vigyázni kell, meg a bukósisak használata nagyon fontos. Így van, ezt nagyon örülök, hogy mondta. Azt már hosszú évtizedek óta tudták az ideggyógyászok, hogy a box az mennyire káros, és a boxolók demenciája az egy ismert önálló kórképként szerepelt korábban. Azóta tudjuk, hogy minden fejsérülés rendkívül megnöveli a demencia kialakulásának az esélyét. Tehát nagyon fontos, hogy a gyerekeink biciklizni is csak bukósisakkal tanuljanak meg, és ne anélkül vigyázzunk a fejünkre. Az agyunk az rendkívül sérülékeny. De ugyanilyen fontos például a dohányzás szerepe. Azokban az országokban, ahol jelentősen sikerült visszaszorítani a dohányzást az elmúlt évtizedekben, ott furcsa mód csökken a demencia esetek száma is. És minden, amit a szív- és érrendszerünk épsége érdekében teszünk, a mozgásgyógyszer, amit manapság már így emlegetünk, nagyon fontos a mindennapi mozgás, vagy az egészséges táplálkozás, ami kicsit talán a mediterráni étrendre lehet hasonlítani azt a bizonyos mind diétát, ami az agyunk védelmében is hasznos. Ez egy zöldség alapú, nem koleszterinben gazdag, akár tartalmazhat némi alkoholt is, de azt rendkívül mértékletesen, ugyanez a helyzet mindenféle húsokkal, és hát a különböző magvak, meg piros gyümölcsök is elég ismert, azt gondolom már mindenféle magazinokból is, hogy ezeknek van komoly szerepe az agyunk képességének a megőrzésében. És ne feledkezzünk el az élethosszígtartó tanulásról, vagy szellemi tréningről, akár a rendszeres keresztrejtvényfejtés is rendkívül hasznos lehet. Mindig kell valami újdonság, amivel a agyunkat is frissen tartjuk, és a szociális kapcsolatok, a társas kapcsolatok a család védelmében is, érdekében is, hadd mondjam, hogy az is ismert, hogy aki párkapcsolatban él, az később, vagy nehezebben, vagy kevésbé és ritkábban lesz érintett a demenciával. Nagyon fontosak az élő emberi kapcsolatok. Szakmai konferencia, figyelemfelhívó színpadi produkciók, bemutatók, mozgásterapeuta és számos érzékenyítő program is vár a fehérváriakra.